Isten veled. Tudod, látva ezt a részletet... Nagyon fiatalok voltak, igen. Nekem az jutott eszembe, hogy így szerettél bele a Gézába? Nem. Nem. Hát itt már nehéz lett volna, mert meg volt Bendegúz. Vagyis hát érdekes lenne. Nem, a Király Meztelen című darabban. És hát vita köztünk azóta is, hogy volt egy csók jelenetünk a Király Meztelenben, és hogy én csókoltam-e őt, vagy ő engem. Ő azt mondja, hogy én azt mondom, hogy ő. Nagyon más a színpadi csók. Igen. 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 Hiányzik a kémia belőle minden bizonnyal. Hát, igen, igen, hiányzik. Reméljük, hogy... Évi, te egy olyan egri lány vagy, akinek viszonylag hamar eldőlt a sorsa. Igen. Azért, mert hogy művész családból jössz, az édesapád, ugye, ő faragó szobrász ember. Igen, eredetileg. Nem azért. Nem tudom miért, kicsi gyerekkoromban nagyon szerettem a zenét, a Neoton Família rajongó voltam, és otthon egy sprézsdobozba folyamatosan koncertet adtam. Hát innen indult a karrierem. És a Neoton Família őrület, az megmaradt? Nem, de még szívesen meghallgatom. Aha. Milyen állomásai voltak a te színészé válásodnak? Hát Egerben azt nem mondtam neked, hogy a Barta Dóri volt az én ovistársam, csoporttársam. Tehát, kicsi a világ. Igen, ott kezdtük. Aztán Egerben a zenei általános iskolába kerültem, ahol elég sok évig hegedültem, ezt nem szeretem mondani, mert nem tudok. Gondoltam, hogy majd elkérjük a mókustól a hegedűjét. Nem, biztos, hogy nem. Meg tudnám fogni, meg tudnám szólaltatni, de nem úgy. És akkor elvégeztem az általános iskolát, és onnan édesanyám azt szerette volna, hogy Füzesabonyba jelentkezzek a postaforgalmi iskolában. Tisztes polgári foglalkozás. Igen, ő főkönyvelő volt, és úgy gondolta, hogy én
ez egy jó szakma lesz nekem. De én beadtam a Dobó István gimnáziumba, ahova fel is vettek, és nekem minden vágyam az volt, hogy Szentesre kerüljek a drámai tagozatra. Édesanyád, aki egy nagy vállalat főkönyvelője volt, azért gondolt téged postás kisasszonynak, mert hogy azt gondolta, hogy a gimnáziumi matekot nem fogod bírni? Nem bírtam a gimnáziumi matekot, az általános iskolás. Tudom, hogy álságos volt a kérdés, igen, de szándékos. Hát nagyon, tehát az én viszonyom a matematikához, az pénzt tudok számolni nagyon jól, de a mobiltelefon az segítségemre van, borzasztó. Tehát borzasztó voltam matekból, ezt kimerem jelenteni, és nagyon, nagyon ideges is tudtam lenni, bármi matek példát megláttam, és anyukám ordított velem, hogy ezt hogy nem értem, és mai napig. Tehát én az alapokat se be kell, hogy valljam. Nem tudom. A közelmúltban nekem is eszembe jutott, hogy tudok-e én még írásban osztani. De nem próbáltam ki, hogy tudok-e még. Hát nem vagyok rá büszke, de én biztos jó. Nem. Lényeg az, hogy beadtad a Dobó István gimnáziumba, igen? De végül nem oda jártál középiskolába, hanem a nagyon híres Bácskai Mihály által alapított és ragyogóan vezetett Szentesi Horváth Mihály gimnáziumba. Oda könnyű volt bejutni? Hát én úgy gondolom, hogy igen. Nem volt olyan rosta, mint a színén. Tehát nem kellett felvételizni, de. Vagy igen? Igen? De, volt felvételi. És hát könnyen bejutottam, hála jó Istennek. És itt Szentesen történt meg veled, hogy mintegy 10 percig vizsgáztál a matek érettségén. Igen. Bementem a matek érettségére, reggel 8-kor kezdődött, és mint már mondtam, nagyon felhúztam magam mindig a matek órákon. És megláttam a matek példákat. Rájöttél, hogy ez nem megy? Rájöttem, hogy nem megy, felálltam, kijöttem, és elmentem a postára, még akkor a postán lehetett postáról lehetett telefonálni bárhová. Volt telefonkártyám, bedugtam, felhívtam anyukámat Egerbe, és mondtam neki, hogy hát megbuktam az érettségén. És azt mondta, de egy kislányom, hát most kezdődött el, de hát mondom, én már kijöttem. Úgyhogy szóbeliztem. Igen. De legalább a szóbelin átmentél sikeresen. Hát ezt nem mondom, hogy, de átrugdostak. Valahányszor beszélgetek Miska bácsi egykori tanítványaival, egyáltalán a Szentesi Gimnázium egykori növendékeivel, mindenki csúcsélményekről számol be. Neked is ez maradt az emlékeidben? Én nekem életem legszebb 4 évét töltöttem ott, és nagyon érdekes, hogy mai napig álmodom Szentessel, és sírva ébredek, hogy... Tehát sírva szoktam ébredni. De érdekes. Nagyon. Pedig hát maga volt a boldogság, vagy hát azért, igen. Mert hogy hiányzik? Azért. Aha. Milyen társaid voltak ott neked? Nem feltétlenül csak osztálytársakra gondolok, hanem kik jártak oda, amikor hát, te is? Hát amikor én oda jártam, akkor ugye Bognár Gyöngyvér fölöttem jóval, Tóth Roland, Feszban Béla, Zsédenyi Adrián, Szekeres Adrián, Kassa Tibi, akit ismerhetnek a nézők. Ez önmagában Feszbaum Béla. Nagyon jó névsor. Nagyon, igen. Nagyon jó névsor. Annyira természetesnek tűnik, hogy innen egy út van, meg kell próbálni a színit veled, és így történt? Így történt. Lejöttek, tehát Szentesre mindig lejártak, a felvételi bizottság lejött, és az első rostát ott tartották. Én azon átmentem, de aztán a második rostára ugye Pesten került sor, nem is készültem annyira, úgy gondoltam, hogy ez nekem menni fog, hát nem ment. Uh-huh. Aki felvételiztetett, olyanokra emlékszel? Nem. Nem. Nagyon érdekes, nem emlékszem. Jó, mert hát ugye annak idején mindenki azt mondta, ott ült a major, és akkor ezt nem igen, de nekem túl. Nagyon rossz a hosszú távú memória. Ja, tehát lehet, hogy fontos emberek voltak, csak lehet, már nem emlékszel. Lehet, biztos. Borzasztó a hosszú aha. távú memóriám, tényleg. Lényeg az, hogy nem kerültél be a színibe. Nem. Mi történt? Hogyan folytatódott? Gondolkodtam, hogy ezek után, hogy lehetnék én még színésznő, és hogy hol vannak stúdiók az országban, melyik színházakban vannak stúdiók. És hát gondoltam, hogy ha Egerben él a családom, akkor megpróbálom az Egri Színház stúdióját, és oda felvételiztem, és oda felvettek, és azt jártam ki. Ugye ennek a stúdiónak az egyik nevezetes tanára volt Gali László, igen. Aki egy igen jó nevű színházi szakember. Igen, szeretted nagyon, azt a stúdiót? Nagyon szerettem. Őt is? Őt nagyon. Aha. Nagyon. Aha. Nagyon szerettem. Akkor magyarázatot igényel, hogy miért hagytad ott Egert, ha ez ilyen jól működött? Hát ott volt egy igazgatóváltás,
ami nekem annyira nem tetszett, és lehetőségünk volt hármunknak eljönni. Itt üresedés volt, és a Baj József igazgatása alatt alá kerültünk. Azért nevezzük nevén Beke Sándort, mert hogy Kecskeméten is volt neki egy, hát ha nem is túl hosszú periódusa, de én úgy emlékszem vissza akkor frissen Kecskemétre került emberként, hogy ő azért emlékezetes előadásokat csinált. Nyilván más lehet a helyzet igazgató és beosztottja között, én ezt nem akarom feltétlenül fölülírni. Hát én nekem nem jött be semmilyen szinten. Konkrét feladatra hívtak Kecskemétre? Nem. Tehát szerződést ajánlottak, és úgy kerültünk ide. Mondat hárman, kik jöttetek? Hüse Csaba, és a Szívós Győző, és én. Uh-huh. De nagyon fiatal voltál, nagyon. Még mindig. Hát... Én voltam a legfiatalabb tagja a színháznak, amikor ide kerültem. És az első szerepedre emlékszel, ellenére ugye a kicsit bizonytalan hosszú távú memóriának? Igen, a Dzsungel könyvében Tuna voltam. Fiatalon. Az nagyon szép, nagyon jó kis szerep. A Kecskeméti Színház. Elképzeltem magam, hogy ide jön valaki a Dimbes-dombos, sőt, Hegyes Eger környékéről, és itt látja ezt a gyönyörű asztalsimaságú alföldet. Nem fájt a szíved a dombokért, vagy hegyekért? Nem is gondoltam, hogy én itt egy-két évnél többet eltöltök. De aztán annyira megszerettem, hogy azt mondom, hogy itthon vagyok. Ez nagyon szép mondat, erre majd még visszatérünk. De azon múlott, hogy olyan súlyú feladatokat kezdtél kapni a színházban, vagy máson nagyon múlott? Sok mindenem múlott. Múlott a társulaton, múlott az igazgatón, múlott szerelmeken. Tehát sok mindenem. Sok mindenem. Próbálom, ugye mondhatod, hogy a Bal Jóska szerződtetett ide. Egy évet volt itt. Úgy utána ő viszonylag hamar, és akkor onnantól Bodolai Cseke, tehát nem olyan igen, széles a választék. Igen, hát csak hosszú nem ideig volt. Hosszú ideig, igen. Igen. Ha jól számolgatom, ha 97-ben jöttél, akkor jövőre pont negyed évszázada van, igen, hogy itt vagy a színházban. Igen. Az nem fordult meg menet közben egyszer se benne? Tehát nem volt gödör, hogy menni kéne? Gödör mindig van. Mindig van. Van, amikor... Nem olyan szerepet játszik az ember, ami tetszik neki, vagy nagyon kicsinek gondolja, vagy... Tehát persze van gödör, éppen olyan periódusban van, de aztán ugye azt mondják, hogy minél lejjebb süllyed, valaki annál magasabbra, és hát mindig én kijöttem a gödörből. Van ilyen, hogy szerepirítség? Tehát, hogy te olyan azt mondod, van, hogy ezt nagyon eljátszanád? Olyan van, persze, hogy ki van írva egy szereposztás, és nem én vagyok rajta, és akkor azt mondom, hogy hát, ezt azért eljátszottam volna, de nincs olyan, hogy hú, miért nem én, nincs. Nem hadititok, hogy tulajdonképpen nem én választottam a három nővért, hanem te. Igen. Ez feltehetően egy meghatározó szerep volt Kecskeméti működésed ideje alatt. Voltak-e mások is, más meghatározó szerepek? Igen, nagyon szerettem az Alkésztiszt. Hosszú távú memóriám a baj van. Nagyon szerettem a páratlan párosokat, ott a kollégák miatt is, Vacsora négyesben, nagyon szerettem a Képzelt beteget. Tehát, hogyha most gondolkodnék, tudnék, Vőlegényt. Tehát minden évben, vagy minden két évben azért van egy olyan szerep, ami a szívemhez nagyon közel áll. Van-e olyan szerepkör, amire azt gondoltad, hogy ez kijárna neked? Most nem feltétlenül azt gondolod, hogy konkrétan Júlia, de hogy van-e valami olyan szerepkör, amit úgy éltél meg, hogy hiányt, hogy te arról olyat nem játszottál? Hát amit kevesebbet játszottam zenésekbe, de játszottam zenésekbe, én tudom, hogy nincs olyan jó hangom, de nagyon szeretek énekelni. Tehát... Akkor mi van a konzervdobozzal? De nagyon sokan vannak, akik sokkal jobban énekelnek nálam, így be kellett látnom, hogy... Tehát van, amikor jut és énekelek, uh-huh. Ugye hát a Chicagóban is énekeltem legutóbb, és most az Egy csók és más semmibe is. Tehát azért megtalálnak. És ez jól esik neked? Jól, igen. Jól esik a lelkemnek. Ugye a Gézával, mint kiderült, már ezelőtt a három nővér előtt egymásra találtatok, és hát lassan 20 éve, hogy együtt éltek, van egy fantasztikus, sikeres fiatok.
akinek az indulása nem volt ennyire egyértelmű. Mesélsz erről, vagy ez annyira intim terület, hogy inkább ne bolygassunk? Mármint, hogy... Hát, hogy ugye koraszülött volt, picike volt, 9 hónapon keresztül gyakorlatilag csak sírt, majd nem mondom ám én, amit szeretném. Ja, jó, igen. Igen, tehát bendegúz. A hasamban volt, 7 hónapos terhes voltam. Ez anyagi kényszer volt, vagy miért jött? Miért játszottál még 7 hónapos terhesen? Nem anyagi kényszer, ment a fényessellő, és tehát műsorom volt. És akkor értem. Megkérdezték, hogy csinálom-e. Igaz, hogy ott nagyon sok ruha nem volt rajtam, de amikor már terhes voltam, akkor kértem felülre is. Hosszú hajam volt, úgyhogy eltakart. Na, a lényeg az, hogy bendegúz nem 9 hónapra született, hanem a 8. elejére, és Pesten született a Kútvölgyi Kórházba, ahol nem volt koraszülött osztály, így átkerült a János Kórházba. És te maradtál a Kútvölgyibe. Én maradtam a Kútvölgyibe, apuka látogatta bendegúzt, és tehát nagyon sok probléma volt. Én trombózist kaptam, vérátömlesztést kaptam, tehát nem indult jól a ő kis élete. És az igaz, hogy úgy sikerült leszoktatni bendegúzt az éjszakai sírásokra, hogy téged kizártak az életükből? Igen. Igen. Bendegúz 8-9 hónapig 1 percet nem aludt éjszaka, és csak ordított. Akkor aludt, amikor a színház körül a macska kövön ráztuk, de akkor meg mi nem aludtunk. Úgyhogy ugye tél volt, és mi beálltunk a portára az üvegajtó mögé, amikor elaludt a gyerek a platánfa alatt, és néztük a gyereket, hogy alszik. És hát nagyon vicces, mert vannak olyan fotók az első 8 hónapból, ahol egy boldog családnak kéne a fotón lenni, és az van, hogy 2 roncs, zombi tart egy gyereket, és hát iszonyat, hogy néztünk ki. Ehhez képest a bendegúz nagyon hamar igen sikeres gyerekszínész lett, fantasztikus horgász lett, nagyon jól tanul, mindenféle jót föl lehet sorakoztatni mellette. Mi történt? Csoda jött közben? Vagy hát akkora figyelmet kapott, hogy... Igen, csak visszatérnék, igen. Bocsáss meg, mert kérdezted, hogy úgy történt az, hogy aludt éjszaka, hogy a Kati doktornéni, a kis Kati doktornéni, nagyon szeretjük őt, azt mondta, hogy hát apuka, akkor anyukát kiküldi az erkélyre, vagy valahova, és elmondta neki, hogy a gyerek egész éjszaka hagyordítson, nem fog semmi tragédia történni. És hát az első éjszaka ordított 8 órát, aztán 8 és felett, aztán 7-et, és így. Aztán lement nullára. 2 hét után lement nullára, és végig aludt az éjszakán. És visszaköltözhettél a családodhoz. Igen, bocsáss meg, hol tartottam. Ott tartottuk, hogy milyen sikeres lett a bendegúz, és hogy azért van-e, mert hogy minden másodpercben ráfigyeltetek az ezt követő időszakban. Igen, nagyon sokat figyeltünk rá, sokat foglalkoztunk vele, és azt hiszem, hogy az is sokat számított, hogy a színházban nőtt fel, mondhatom. Mert hogy hamar visszajöttél? Nagyon hamar, 7 hónapos volt bendegúz, mikor visszajöttem dolgozni. És a színház volt a bölcsőde? Hát az is volt babysitter, nagymama, de nagyon sokat volt bent a színházba, és amikor már nagyobb acska volt, ilyen bölcsis óvodás, ült a próbákon, vagy aludt éppen, és akkor valaki elrontotta a szöveget, ő mondta, mert ő tudta az egészet, de ez tényleg így volt. Kisegített bárkit. Fantasztikusan édes gyerek volt, bár elfogult vagyok, minden szülő elfogul, de nekem csodálatos. De akartál nagyon szülő lenni? Olyan görcsösen nem akartam, de nagyon szerettem volna. Mindig lányt akartam, aztán kiderült, hogy fiú, aztán utána azt mondtam, hogy ide nekem az összes fiút, csak fiút szeretnék. Gézáról tudjuk, akik régebb óta ismerjük, hogy elképesztő módon vonzódik például állatokhoz, kutyákhoz, lovakhoz, kecskékhez. Jaj, már mindenhez, igen. Ez neked mennyire volt magától értetődőn a kedvedre való? Hát kutyánk volt a színészházban is, ugye nem tudom hány négyzetméter, nem akarok hazudni, 40. Úgy éltünk, 2 kutya, egy boxer, egy basset hand és a csecsemő gyerek, és mi. Tehát ő is hozott a házasságba egy kutyát, én is.
Viszont nekem megfordult a fejembe, hogy hát jön a gyerek, és hát valahova el kell paterolni, de azt mondta, hogy hát ilyenről szó nincs, akkor mi megyünk szét, de a kutyák nem mennek teljes sehova. Teljes jogú polgárok nálatok a kutyák Igen. Hát arra emlékszem, hogy Bendegúz már elkezdett mászni, cumi a szájában volt, mindig három cumi volt a szájában, meg kettő a kezébe, mert ha túl meleg volt már a cumi a szájába, akkor cserélt egy hidegebbre. Na mindegy, a lényeg az, hogy a cumi a szájába volt, és akkor adta a teflonnak, a Basset Hannak, ő is kicsit szopogatta, aztán visszabendegult. Igen, tehát teljes körű, teljes családtag az összes kutya. Kalandos módon váltatok meg a színészházi lakásotoktól. Igen. Az úgy történt, hogy... Egyszer Géza előadás után hazajött, végigjött a folyosón, bejött, és azt mondta, hogy ha még egyszer nekem ezen a folyosón végig kell jönnöm, akkor nem tudom, mit csinálok. És akkor, tehát ez nem egy konkrét trauma volt, hanem elegelet. Nem, elegelet, hogy érzi azt, hogy fölöttünk mit főznek, hallja, hogy a szomszéd éppen mit néz, tehát mind. Tehát egyszerűen kicsi volt neki ez a tér. És azt mondta, hogy muszáj innen valahova elmenni, pénzünk nem volt, tehát arra lehetőség se, esély se volt, hogy vegyünk valamit, és akkor elkezdett albérlet után nézni. És így kerültünk ki a Mária-hegybe, egy kis albérletbe, egy kis házba. Nagyon izgalmas, mert hogy Géza azonnal be is biztosította, hogy többé ne gyertek vissza a színészházba. Vett egy lovat, amivel azért lovat. Nehéz Igen. visszaköltözni. Az úgy történt, hogy először kivitte, aki vigyázott Bendegúzra, Gizikét kivitte az albérletbe, kérdezte, Gizike, te ide ki tudsz jönni? Azt mondta, Gizike, ki? Azt mondja, akkor itt nincs kérdés. Vett egy lovat, és így azt mondta, hogy így már nem tudunk visszamenni a színészházba, tehát a lovat már... Neked milyen a viszonyod a lovakhoz, mert már nem egy lovat. Három lovunk van, hát... Ezek szerint nem lovagolsz. Nem. Ültem lovon, de nem. Hát egyszer volt kapcsolatom, hát néha eltetem a Gézait, nincsenek itthon, meg itatom őket, és egyszer volt az, hogy költöztünk, az majd biztos később lesz, Dófalura mentünk, és nem ment fel a Nati, az anya, Kanca a futóra, Géza órákig szenvedett, és én magabiztosan oda mentem, és felvittem a futóra. Tehát ennyi a viszonyom, semmi. Nézem őket, az ablakból szépek, hú, gyönyörűen vágtáznak, hú, de ugyan kérdezi Géza, milyen gyönyörű a szellő, mondom, nagyon. És a Nati, hú, mondom, az még szebb. Gedeon, az a legszebb. Ennyi a viszonyom. És ezt a lelkesedést le is veszi Géza is, hogy te ezt. Igen. A fiúk ugyanakkor mind a ketten imádnak lovagolni? Nem. Bendegúz néha felül, nem tudom, hogy vagányságból, vagy hogy fotót készít hát, magáról. Hát amit itt a fotókon látszik, inkább relaxál. Kisebb korában sétáltattuk Natit, és akkor rajta ült Bendegúz, de nem. Tehát nem. Nézik. Volt, amikor elszökött... Tófaluba a ló, és nem tudom, hány kilométerről hoztuk vissza. Tehát baj mindig van, amikor egyedül vagyok otthon, és kiszöknek a lovak, én nem tudok mit csinálni. Tehát... Ezt a Tófalut másodszor említ. Igen. Ez ugye az Eger mellett egy település, ahol nektek lett egy házat. Igen, terhes voltam, úgy gondoltam, hogy a szüleim Egerbe laknak, és hogyha idősebbek lesznek, akkor legyünk közel hozzá. Ez ennyire fontos volt neked? Tehát jó volt mindvégig a kapcsolatod a szülőkkel? Borzasztóan. Anyukámmal meg leírhatatlanul. Uh-huh. És lett egy lehetőség, Tófaluba volt egy eladó gyönyörű parasztház, és azt anyukám megvette nekünk, és így kerültünk Tófaluba. Mi volt Tófalu legnagyobb hozadéka? Azért kérdezem, mert hogy ugye korábbi beszélgetéseinkből tudom, hogy ti úgy mentetek Tófaluba Kecskemétről, hogy három forduló, mert lovak, kecskék, kutyák. Kecskék, és mindenféle, kutyák, igen, és aztán már a méhek is jöttek. Tehát mindenki röhögött rajtunk, mert mi három nap alatt költöztünk Tófaluba, és három nap vissza. Tehát, mint a cirkuszos, nem tudom, cirkuszosok, vagy a vásárosok. Ló utánfutó, volt, mikor kecskék voltak a kocsiba, a kutyák. Tehát szóval rémes. Rémes. Nem tudom szavakkal leírni, hogy mi hogy költöztünk minden nyáron. Kétszer. Nem érdektelen talán, ha megkérdezem, hogy ugye a Géza köztudottan a
erdélyi területekről költözött Magyarországra, és bármennyire is ugyanazt a nyelvet beszéljük, azért más kultúra. Teljesen. A házasságotokban ez akár az ottani családdal való kapcsolatotban bármi módon leképeződött? Minden nap leképeződik, mert először mi kapcsolatunk elején már összeköltöztünk, mondta, hogy Éva, hozd már ki a konyhából a potyolót, hogy nem, hozd már ki a lapítót, hogy kipotyoljam a vinetét. Na mondom, akkor kezdjük előről. A hozd ki, azt értem, Évát is értem, és akkor kiderült, hogy a lapító az a, az a vágódeszka, a potyoló az a kloffoló, a vinete pedig a padlizsán. És minden nap, én mindig szegénynek beszólok, hogyha mond valamit, hogy lepcsi, az a papucs. Tehát minden nap tanulok valami újat. És mindig mondom hozzá neki, hogy nem tudsz magyarul, és ő mindig azt mondja, hogy nagyon gazdag a magyar nyelv. És ebben igaza van. És ebben igaza van, de én mindig szurkálódok. Nagyon érdekes személyiség ő is, meg te is. Itt, hogyha a közönség is látja a háttérben a képeiteket, rólatok egy ilyen boldog család, mit tudom én, örök harmónia, ez látszik. Ez ugyan, olyan, mint amit mondtad, hogy boldog család jó gyerekkel. A fotósunk. Hát, hogy őszinte legyek, mi vagy nagyon szeretjük egymást, vagy teljesek az ellenkezője. Na de hát 20 éve együtt vagytok, így akkor van, ez belefér. Igen, hát belefér, de mi nagyon nagy utat járunk be mindig. Aha. Azért az nem lényegtelen, hogy a színpadon mennyire jó, hogyha a férjeddel játszol. Most már jobban szeretek vele játszani. Régebben örültem, ha nem voltam vele egy darabba. De most is mindig van konfliktus a próbákon köztünk, mert nem úgy szólunk egymáshoz, vagy ő nem tudja úgy tűrtőztetni magát, hogy úgy szól oda. De nagy természetű ember a borzasztó, színpadon is. És Bendegúz szintén. Tehát én nagyon el vagyok nyomva, ez azért nem igaz, de szóval két borzasztó erős természetű emberről beszélünk. Tehát például a társasjáték New Yorkban itt van egy nagy kanapé, ami ott van oldalt, és elférnénk rajta ketten, és mindig rajtam ül. És mondtam neki, Géza, nem tudok megmozdulni, nem érted? Nem, miért ülsz rám? És azt mondja, azt hittem, hogy ez rendezői koncepció, nekem nem, is föltünk. Nem, és azt mondta, azért, mert biztonságban érzem magam melletted. Na. Kellett több a boldogsághoz én. Igen. Ha már újra színházhoz kanyarodtunk vissza, hírlik, hogy te egyáltalán nem vagy frászos színésztő, nincsenek ilyen, ja Istenem, premier lesz, tehát drukkok benned, könnyen, nem, tanulsz. Egészséges kicsi druk, de az tényleg kicsinek nevezhető. Nem vagyok izgulós. És legalább a Géza drukkos, tehát hogy ennyi elégtételed van. Ő nagyon drukkos, és nekem nagyon drukkol, de ő pedig nagyon izgulós. Aha. Nagyon. Ez a bizonyos Bendegúz nevű gyermek, akit már sokatszor emlegetünk ma, ugye már 10 évesen, vagy 10 éves kora környékén fontos film főszerepet játszott, majd nem is olyan régen, hát egészen komoly sikereket ért el a Katapult című filmben, ahol abban az esztendőben a Busó Fesztiválon a legjobb férfi színész díját is elhozta vele. Akartátok-e, hogy színész legyen? Ő akarja-e, hogy színész legyen? Vagy csak a véletlenek története? Ez a véletlenek története. Egyáltalán nem szeretnénk, és mindig azt súlykoltuk belé, hogy színész ne legyél, és ő se szeretne színész lenni, hála a jó Istennek, még bármi történhet, bár néha szoktam mondani, amikor leszígyük, hogy milyen jegyet hoztál, azt mondja, hát hogyha nem vesznek fel az egyetemre, akkor hát elmehetek még színésznek. Na, ezt szoktam mondani, de nem szeretnénk, hogy az legyen. Érdekes, én többször beszélgettem vele a filmes sikerei kapcsán, és ezt ő mindig alá is támasztotta, hogy ő erdőmérnök lesz, vagy valami ilyen, de hogy esze ágába sincs. Igen. De azért ez megváltozhat, nem? Nem tartasz tőle? Hát, lehet, hogy itt hátul tartok tőle, de nem szeretném. Hogyan viszonyulsz a halakkal?
halakhoz, mert hát, hogy... A halakhoz? Halakhoz? Nem szeretem sajnos, pedig nagyon egészséges. Nem szeretem a halat. Pedig annyi halat ehetnél, amennyit csak rengeteg. Igen. Hogy lett ilyen sikeres pecás? Gézától tanulta? Gézától, Tófaluba van egy kicsi patak, és Géza mondta, még nagyon pici volt, hogy talált egy hosszú fadarabot, azt mondja, gyere, Bendegúz, meg tanítalak pecázni. De hát Bendegúz egy hónap után túlnőtte az apukáját, és akkor ő vitte el. Hát olyannyira, hogy sorba nyer versenyeket, mindenféleket. Igen, színész horgász versenyre jártunk, ahol az országból Revicki Gábortól kezdve Trokán Péterig a nagy horgászok ott voltak, és mi elhoztuk a második helyet. Hát ezt úgy mondom, hogy mi, hogy mintha én fogtam volna, Bendegúz az apukájával. Megfogod a halat egyébként? Már úgy értem, hogy hajlandó vagy megérinteni? Hát hogyne, semmi problémám. Meg is főzöd? Nem főztem még sose halat. Nem. Más egyebet? Más egyebet főzök-e? Igen. Hát kénytelen vagyok a karantén miatt. Igen. Aha. Minden nap. Rémes. A Facebook oldaladon találtam képeket arról, hogy nem csak, hogy főzöl a fiúknak, igen, de kenyeret is sütsz. Kenyeret. Elkezdtem, van a Farkas Rózsa barátnőm, aki óriási kenyérsütőmester, mármint az én szememben, de tényleg zseniálisan süt kenyeret. És neki mondtam még 2-3 évvel ezelőtt, hogy na, tanítsam már meg kenyeret sütni. És akkor mondta, hogy jó, persze, persze. És mindig hozott nekem kenyeret, amit sütött, Géza mindig megette, és én mindig megkóstoltam, és nekem sosem ízlett. És aztán beütött a karantén, és akkor elkezdtem kenyeret sütni. Mi a titka a kenyerén? A saját magad által sütött kenyér az ízlik? Nagyon, én már nem tudok más kenyeret. Na, hazudok, mert ma vettem a félegyháziba kenyeret, azért, mert elfogyott, és nem tudtam tegnap dagasztani, de nagyon, tehát összehasonlíthatatlanul finomabb, mint a bolti kenyér. Géza a nagy állat szeretetében eljutott odáig, hogy méhészkedik is. Ennek most van gazdasági értelme a ti háztartásotokban, semmi, vagy kedvtelés? Semmi, ez kedvtelés. Éppen ma, meg tegnap és tegnap előtt rajzottak a méhek. Ne kérdezd, hogy ez mit jelent. Kirepülnek egy fára. Én falun nőttem föl. Ja, több anya van, és akkor nem értem, mert már mások is kérdezték, meg ilyen hülyén válaszolok, hogy több anya van, és akkor kimennek az egyik anyával, a másik meg bennmarad. Tehát most a fa körül volt egy nem tudom hány ezer méh, és hát Géza levágta a fa tetejét, mert hogy nincs olyan magas létre, amit le tudna, vagy oda tudna állítani, és fel tudna menni, és még mindig ott vannak a méhek. Tegnap viszont Bendegúz volt otthon, és tegnap is rajzottak a méhek, és Bendegúz 5 óra hosszáig próbálta egy kasba fent a nem tudom hány méteren lévő méheket belerakni, és sikerült neki. Hírlik, hogy nagyon-nagyon vonzódsz a tengerek, különösen a homokos tengerek iránt. Igen. Mennyire bánt, hogy ez mondjuk a tavalyi évből gondolom kimaradt? Kimaradt, de ma lefoglaltam egy utat, úgyhogy ma boldog vagyok. Borzasztó volt, hogy nem mehetek nyaralni, ez volt ugye tavaly nyár, míg a pandémia éppen ugye márciusban kezdődött, és mi februárban először volt lehetőségünk, hogy télen elmenjünk nyaralni, elmentünk Egyiptomba, de mintha éreztük volna, hogy jön ez a leállás. Én iszonyatosan készülök rá, beállítom a telefonomon a visszaszámlálót. Igen, hallottam, hogy van egy applikáció, igen, ami és akkor nézem, napokat, hogy már csak 200 nap van. Fú, de jó, már csak 199. Igen, és akkor ma boldog vagyok, mert megyünk. Mi történik a homokos tengerparton? Fekszel a napon? Nem megyek napra, mert hogy nem szabad nekem napra menni a betegségem miatt. Fekszem az árnyékba. A tengerbe lubickolok, nem sokáig, mert jövök ki. Eszem, iszom. Élvezed a végtelenséget. Nagyon élvezem. Olvasok. Azt is láttam, hogy mondjuk előszeretettel utaztok, mert láttam én ott a fotóid között mondjuk Olaszországot, meg talán egészen egzotikus igen, vidékeket is. Igen, azt titokba kell ezeket megszerveznem, ezeket a gyors háromnapos utakat, mert Géza gyűlöl repülni, tehát hát elmondhatatlan, hogy mennyire retteg a repülőn, és akkor az, hogy három fogadjuk, hogy te meg imádsz. Imádok. Aha. Igen. Géza korán alszik, te éjszakai bagoly vagy. Igen. Én 1-2 körül fekszem le. Ő pedig este. Azt mondta, hogy a nappal kell kelni, és a nappal kell feküdni. Ezt
tanultam tőle, csak még nem jött ez. Mondod a háromnapos túrákat. Igen, mi történik ilyenkor kecskékkel, méhekkel, lovakkal? Kecskékkel, méhekkel, amikor egy hétre megyünk nyaralni, akkor a testvérem Egerből lejön, és vigyáz az állatokra. Ilyen két-három napos kiruccanáskor pedig megkérünk valakit, aki szereti az állatokat, hogy etetnéd-e őket. Elég dinamikusan élő családnak tűntök, ilyen távolságból is. Van-e baráti körötök, akikkel összejártok? Vagy van. Kik ők? Szakmabéliek, színészek, vagy teljesen kívülállóak? Nem. Ilyen is, olyan is. Van Gézának egy orvosbarátja, a Ionescu Adrián, akivel úgy ismerkedett meg, hogy bement a kórházba, mert hogy neki baj van a szívével. Ha egy férfi beteg, akkor nem. Én voltam hipohonder, de már gyógyulok belőle. És bement a kardiológiára, és felismerte őt. És akkor elkezdtek beszélgetni, mondta, hogy látta őt egy darabba, és hogy mennyire jó volt. Innen kezdődött a vele való barátság. A legújabb barátságunk az megállt egy távoli tanya szomszéd, és megkérdezte, hogy van-e eladó mézünk. Az így. De ő is teljesen civil, fodrász, tűzoltó, de természetesen vannak a színházból is barátok. Mondtál Danyi még a... Judit. Igen, hát Judita nagyon hosszú ideje játszott. Az már egy házasság. Igen. Értitek, nem látok, mert nagyon rossz a szemem, de hallom, hogy... Értitek is egymást félszavakból, vagy nagyon. Az se kell? Én azt mondhatom, hogy nagyon értjük egymást, viszont rossz, mert neki nagyon jó a memóriája, már mint a hosszú távú, minden szavamra emlékszik, és idézni tud belőle, olyan, mint Géza. És néha mondasz bántó szavakat, ezért rossz? Nem, csak hogy olyanokat tud mondani, hogy ezt mondtam neki 6 évvel ezelőtt, hogy mi? 6 évvel ezelőtt? Tehát arra sem emlékszem, hogy múlt héten mit mondtam. Tehát borzasztó memóriája van, és hát nagyon sokat játszottunk együtt. És azt mondta, hogy tavalyi szülinapomra ígérted meg, hogy azt akarta, hogy összeszámolja, hogy hány darabba és hány előadásba voltunk, de olyan sokba, hogy nem tudta, majd az 50-re, remélem. Igen, félszavakból értjük egymást, és ez, remélem, ő is így gondolja. Ugye nagyon sokat játszottunk együtt, páratlan párosok, rengetegszer, vacsora négyesben, meg hát nagyon sokat, és volt a játék vége 2 évvel ezelőtt, vagy hogy, ahol történt az az ominózus eset, hogy... Ezt azért elevenítsük fel, jó, mert azért olyan típusú trauma, ami szerintem másnak is lehet tanúságos. Igen, igen, az történt, hogy ugye a Ruszt stúdióban játszottuk a játék végét, nagyon pici tér, még az le is volt szűkítve. Hát igen, egy fejreállított lakásban játszottátok. Igen, igen, és egy lépésre a nézők, ugye, és ott Judittal ketten voltunk a színpadon, és ott volt egy monológom, amit elkezdtem mondani. Azt tudni kell, még ezt elmondom, hogy én elég biztos vagyok mindig szövegbe, tehát nagyon nem szoktam téveszteni. Nem igényled a súgót. Nem. És az történt, hogy elkezdtem a monológot, és egy nézőnek megszólalt a telefonja. Amint túl tudtam volna magam tenni, de folyamatosan csörgött. És akkor én abba hagytam a monológot, mire ő megtalálta a telefonját, mire elővette, és azt hinni az ember, hogy kinyomja ilyenkor, de nem, felvette, közölte, hogy ő színházban van, és én ott... Hát én el sem tudom mondani, tehát az egy dolog, hogy 30 évet öregettem, de teljesen lefogytam. És okoz-e hosszú távon traumát egy ilyen eset? Tehát, hogy a következő előadásra már gond nélkül? Azért okoz, mert tehát ott úgy tudtam, tehát ott két lehetőségem volt. Vagy azt mondtam, hogy vagy kimegyek a színpadról, mert nem tudtam tovább menni, vagy... Judit valahogy engem kihúz ebből az egészből, és hallottam a súgót, aki mondta, hogy mi következik, és úgy, hogy mondta, nem tudtam folytatni, tehát teljes sötétség. És mondta megint, és akkor Judit feltette egy kérdést, amiről gondolta ő, hogy én tovább tudok menni, de nem tudtam tovább, tehát ott teljes filmszakadás volt, és aztán hála jó Istennek ő tovább ment, de én még most is ott ülnék szerintem, mert és okoz traumát, mert ezek után úgy mentem be erre az előadásra, a játék végére, hogy kezem-lábam remegett. Uh-huh.
És arra azt vártam, hogy túl legyek ezen az ominózus jeleneten, ahol megcsörrent a telefon. És ha most a 8 nőben tételezzük fel, a nézőtéren megcsörren egy telefon. Nem, ez annyira intim volt, és annyira csöndes monológ volt, fontos monológ, hogy nem, itt nem, ez egy más. Uh-huh. Oda kanyarodnék vissza így a beszélgetésünk végéhez közeledve, hogy azt mondtad, hogy ma már Kecskemétinek tekinted. Igen. Mitől? Pusztán a színháztól? Vagy miköt a városhoz? Mit találsz benne érdekesnek, szépnek, jónak? Mitől szerethető számodra? Hát ami a legfontosabb, nagyon szeretem magát a színházat. Nagyon szeretem magát az épületet. Tehát ott, ha az öltözőmben megyek, hazamegyek. Tehát úgy létezem ott a portán, bárhol, hogy jól érzem magam. Most majd beköltöztök az agórába évekre. A felújítás kapcsán. Azt én még ilyen információkat nem. Tényleg? Igen. De akkor visszavonom, nehogy elvegyem a kedvedet. Nem. Tehát nagyon-nagyon szeretem magát az épületet. Nagyon szeretem a belvárost, a sok templomot. És hát a legjobban szerettem azt, ahol lakunk. Uh-huh. Erdő vesz körül. Tehát, soha nem féltél kis fájba? Nem. Egyszer volt, ezt nem is mondtam, egy sztori, bocsánat, visszakanyarodnék Mária hegyre, hogy Bendegúzt már nagyon korán otthon hagytuk, amikor nem tudott valaki rá vigyázni, és ő mondta, hogy ő otthon tud maradni, és nem lesz semmi baj. És mondtuk, hogy telefon, és hívjál, ha bármi van. És a Vajkkal próbáltunk, és csörgött folyamatosan a telefonon, mondtam Vajknak, hogy muszáj fölvennem. És a gyerek sírva, anya, gyere haza, mert betörők vannak itt. Na, mondtam Vajtnak, hogy muszáj szünetet tartani, muszáj hazamennem a gyerekért. Hát kicsi volt, még nem tudom, elsős, általános iskolás. És hazamentem, bevittem a színházba, és kiderült másnap, mondtam Gézának, hogy valaki be akar törni, ezt mondta a gyerek. És szomszédban volt egy kocsma, és kiderült, hogy másnap jött két ember, és azt mondta, hogy Jó estét kívánok, azt mondja, hogy tegnap mi voltunk hangosak, mert a kecskéjük kiszökött, és vissza akartuk dobni. Na, ezt most nem tudom, miért kezdtem el. Azt kérdeztem, hogy nem féltél-e soha? Jaj, nem féltem. Nem, soha. Vannak ilyen nagy kutyák, és nem félek. Ja, értem. Tehát, hogy ezek a kutyák maga a biztonság. Biztonság. És a kecskék is őriznek engem. Mennyire tart számon a város színésznőként? Tehát ha elmégy bevásárolni, akkor kell-e sminkeljél, vagy nyugodtan mehetsz anélkül, mert nem érdekes, hogy látják a civil arcodat is. Nem szeretek civilbe sminkelni, pedig már 40 fölött illene. Mert Géza, egyszer kisminkelte magam a pandémia alatt, és azt mondta, hú, de meg fiatalodtál, de jól nézel ki. Tehát kéne sminkelnem ebből kifolyólag, nem szoktam. Szoktak megismerni, nem jellemző, tehát... Tehát, hogy azért nyugodtan végigmégy az utcán, nem kell nagy napszemüveg, álcázni magad. Nem kell, nem. Ilyen baj nincsen. Jó. Évi, nagyon örülök, hogy eljöttél, hogy beszélgettél.